Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Kilián Máté vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Sok még a bizonytalanság, június végén dőlhet el, hogy miként rendezik meg a szekszárdi születi napokat. Kamarai elnökségi ülés, a gazdaság nagyon megsínylette a koronavírus járványt. Iskolaőrség, sok a kérdőjel a tervezett rendszer körül. Évtizedekre is börtönbe mehet, 23 évet is kaphat a bonyhádi drogdíler. Megrendezzék-e idén a szekszárdi születi napokat, és ha igen, milyen formában? Erre a kérdésre várja a Fidesz frakció a szekszárdiak véleményét. Eddig az állást foglalók többsége amellett voksolt, hogy ugyanakkor a fesztivál legyen, mint eddig. Ács Rezső szekszárd polgármestere úgy fogalmazott, ő a szekszárdiak döntését fogja képviselni, bárhogy is határoznak. Hivatalosan pedig a június végi közgyűlésen dönthetnek majd erről az önkormányzati képviselők, ahol az ilyen szekszárd frakció van többségben. Így a polgármester azt mondja, az ezzel járó felelősséget is vállalniuk kell. Ezek a felvételek a tavalyi szekszárdi születi napokon készültek. A négy napos rendezvény sorozaton több mint 70 ezer ember fordult meg. 35 borász, két pálinka ház, különleges ételek, számos koncert várta a fesztiválozókat, és a születi felvonulásra is több ezren voltak kíváncsiak. Idén azonban valószínűleg ilyen volumenű fesztivál nem lesz a Tolnai megyeszékhelyen a koronavírus járvány miatt. Még ha össze is gyűlne elegendő forrás a rendezvényre a támogatóktól, nincs elég idő ahhoz, hogy megszervezzék azt, mondta el Ács Rezső szekszárd polgármestere. A sajtótájékoztatón elhangzott, az ilyen szekszárd frakció megrendezni a születi napokat. Ha összegyűlik elég pénz, akkor a korábbi nagyságrendben. Ha nem tudnak elegendő forrást ahhoz előteremteni, akkor egy kisebb rendezvényt szerveznének szekszárdi születi napok címen. Ács Rezső kiemelte, fenntartással kezeli Bomba Gábor az ilyen szekszárd frakció vezetője kijelentését, ami szerint tárgyalnak egy vállalkozóval, aki 40 millió forinttal támogatná a rendezvényt. Én emlékszem arra, hogy a kampányban arról beszéltek, hogy 2 milliárdos beruházás hozzák szekszárdra. Én a mai napig nem találkoztam ezzel a 2 milliárd forinttal, úgyhogy a 40 millióban is kicsit kételkedem. Márpedig, hogyha akarnak rendezni, vagy akarunk rendezni, akkor le kell kötni a fellépőket, bár az ő elképzelésük szerint inkább helyi és környékbeli fellépők lennének csak, és kizárólag ebben a négy napon a színpadokon is egy színpad lenne. Az ilyen szekszárd sem a helyi borászok, sem a helyi vendéglátósok véleményét nem kérdezte meg, hogy milyen formában kívánnak ezen a rendezvényen részt venni, jelentette ki Ács Rezső. A városvezető úgy véli, a városlakók és a fellépők részéről is sok a bizonytalanság. A döntés felelősségét fel kell vállalnia az ilyen szekszárd frakciónak, akik egyfős többséggel bírnak a közgyűlésben. Úgy néz ki, hogy 6.-20-ától visszáll a rendes működési modell, és az én információm azok, hogy hónap vége, június vége lenne is egy közgyűlés, amely aztán ilyen kérdésekben döntéseket hozna, hiszen az előző 2 hónap az ugye a polgármester döntéseiről szólt. Bízom benne, hogy ezen a közgyűlésen ebben a kérdésben is meg fog születni a döntés. Én azt képviselem egyébként, amit a szekszárdiak többsége képvisel ebben a kérdésben. A Fidesz frakció felméri a szekszárdiak véleményét, hogy rendezzenek-e idén szekszárdi születi napokat, és ha igen, mekkorát. A kutatással eddig 19 ezer embert értek el, közülük több százan mondták el véleményüket. A válaszadók 37%-a vallotta azt, hogy úgy rendezzék meg a szekszárdi születi napokat, ahogy eddig. Több színpaddal, nagy fellépőkkel, sok rendezvénnyel. Ma már úgy látszik, hogy a koronavírus járvány a vártnál súlyosabban érintette a gazdaságot, ezt mondja Fischer Sándor, a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. A kamara tagjai most elnökségi ülésen értékelték a járvány gazdasági hatásait és a kormány eddigi intézkedéseit. A koronavírus járvány idején prognosztizált gazdasági kilábalási elképzelések idealizáltak voltak. Sem az U, sem a gyorsabb V alakú gazdaságélénkülés nem következett be, mondta Fischer Sándor, a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Ma nincs, amit mondtam, olyan elemző vagy, aki azt mondja, hogy itt pozitív számok lesznek ebben az évben. A legrosszabb az van 5-7%, illetve van egy, most már az Magyar Nemzeti Bank által kibocsájtott elemzés, mely szerint 0,3 csökkenés, és ez a legpozitívabb.
Tolna megye gazdaságában is érzékelhető a hatás. Elsősorban az idegenforgalom és a vendéglátás területét érintette legsúlyosabban a vírus veszély. Bár a friss adatok enyhe javulást mutatnak, az prognosztizálható, hogy veszteséggel zárják az évet a vállalkozások. Fischer Sándor arról is szólt, olyan rendelkezés formálódik a szakképzés területén, mely hátrányos lesz a képzéseket végző vállalkozók számára. Gyakorlatilag úgy néz ki, hogy egy vállalkozó összesen 12 hallgatót taníthat, gyakorlati részről van itt szó. Ez nagyon nagy gondot fog okozni, mert több mint 100 tanulónak, gyereknek nem lesz helye, hol gyakorlatot tanuljon. Az iparkamara elnöke azt mondja, minden lehetséges fórumon tiltakoznak az elképzelés bevezetése ellen, ám egyelőre nem jártak sikerrel. Megítélése szerint, ha nem változik a koncepció, az hosszabb távon negatív hatással lesz a gazdaság egészére. A Szekszárdi Szakképzési Centrum vendéglátó szakképző iskolája 4 technikumi és 3 szakképzési tagozatot indít a 2020-21-es tanévben. A centrum főigazgatója szerint a náluk elsajátított képzések után mindenki el tud majd helyezkedni. Szeptembertől már a megújult szakképzési rendben fognak indulni az osztályok a Szekszárdi Szakképzési Centrum vendéglátó szakközépiskolájában. 2 fontos iskola típus is megtalálható az intézményben. Egyrésztről a szakképzőiskola, amit 3 év alatt lehet elvégezni, másrésztről a technikum, ami 5 év alatt sajátítható el. A térségben nagy szerepe van a vendéglátás turizmusnak, és az ágazat egyre csak fejlődik. Tolna megye és Szekszárd város stratégiai tervei között kiemelten szerepel a vendéglátó és turizmus ágazati fejlesztés. Azt gondolom, hogy ha csak a borturizmusra vagy a fesztiválturizmus fejlesztésére gondolok, akkor mindenki érti, hogy miről beszélek. Csapó Gábor, a Szekszárdi Szakképzési Centrum főigazgatója elmondta, hogy a képzés egyik legfontosabb és legnagyobb előnye, hogy az innen kikerülő tanulóknak biztos munkahelyük lesz Szekszárdon és környékén. Azt gondolom, a szakképzés 4.0 stratégia egyik kiemelt prioritásának mi nagyon nagyban megfelelünk, hiszen keresletvezérelt képzés oldalról közelítjük meg a dolgokat. Olyan képzéseket indítunk, amire nagyon nagy igénye van a munkaerőpiacnak. A tanulók ösztöndíj programban vesznek részt, aminek alapjuttatása 8000 forint, de jó tanulmányi eredménnyel ez növelhető, illetve a gyakorlati idő alatt munkabérre emelkedik. Az iskola a megújulást szimbolizálva újra felveszi régi nevét, és a 2020-21-es tanévet már Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakközépiskolaként kezdi. Egykori rendőrök vigyázhatnak a rendre az ország problémás iskoláiban. Az erről szóló törvényjavaslatot már be is nyújtották a parlament elé. Szekszárdon az iskolaigazgatók egyelőre nem tudnak részleteket, őket eddig az ügy miatt hivatalos helyről nem keresték. Külön rendészeti szervként jönne létre az iskolaőrség, de csak ott vezetik be, ahol az intézményvezetők kérik. Nyilatkoztam Maruzsa Zoltán, köznevelési államtitkár. A törvényjavaslat szerint az iskolaőrök nyugdíjas rendőrök lennének. Fegyvert nem viselhetnek, de gumibotot, gásprét és egyéb fenyítő eszközt használhatnak. Egyenruhát, szolgálati igazolványt és jelvényt kapnak. Az egyenruhájukon fel lesz tüntetve az iskolaőr szó. Jogosultak lesznek igazoltatni, felvilágosítást kérni, helyszínt biztosítani, dolgokat elvenni és visszatartani, valamint tevékenység abbahagyásra felszólítani. A szekszárdi iskolákat még nem keresték meg a javaslattal kapcsolatban. Magát a törvényjavaslatot azt már láttuk, az ugye megjelent. Hát az előrevetíti azt, hogy szeptember 1-től tervezetten 500 köznevelés, illetve szakképzés folytató intézményben várhatóan iskolaőrök lesznek. Az, hogy pontosan ez mely iskolákat fogja érinteni, azt még egyelőre mi még nem tudjuk. Simonné Szerdai Zsuzsanna, a Csapó Dániel mezőgazdasági szakgimnázium, szakközépiskola és kollégium igazgatója elmondta, hogy náluk nem szokott magatartásbeli probléma lenni a tanulókkal, ezért nem hiszi, hogy beleesnének az 500 köznevelési és szakképzési intézménybe, ahol ezt bevezetik. A mi iskolánkban nem igazán szokott probléma lenni, magatartásbeli probléma, illetve én azt gondolom, hogy kifejezetten családbarát, biztonságos iskola vagyunk, és ahogy én átolvastam ezt a törvényjavaslatot, elsősorban pontosan az a cél, hogy biztonságérzetet fokozzák a diákokba, pedagógusokba.
A pedagógus szakszervezet szerint ez inkább a megfélemlítés eszköze lenne, mint a megelőzésé. Az általunk megkeresett általános iskolák vezetői is annyit mondtak csak, hogy nem kaptak hivatalos információt az iskolaőrséggel kapcsolatban, és úgy gondolják, náluk nem kell majd bevezetni. Nem ismeri el, hogy drogot árult, ezért az ügyész által felkínált 6,5 év helyett akár 23 éves börtönbüntetést is kaphat egy bonyhádi fiatal férfi. A drogkereskedelem miatt felelősségre vont vádlott korábban azt mondta, 13 éves kora óta kábítószerezett rendszeresen. Itt Bonyhádon árulta a drogot a 26 éves helyi férfi. Nem most először fogták el, 2017 óta többször is a rendőrség látókörébe került. Volt, hogy fogyasztásért, máskor terjesztésért kellett felelnie. Saját bevallása szerint 13 éves kora óta drogozott. Utoljára tavaly tartottak nála házkutatást, miután megállították a kocsiját. Akkor növényi származékot, fehérport és tablettákat is lefoglaltak tőle. A drogok mellett a férfinál még illegális vágyfokozót is találtak a rendőrök. A férfi az elfogása, vagyis tavaly óta börtönben várja az ítéletét. Akár 23 év börtönt is kaphatna, ám az ügyész ennél jóval enyhébb ítélettel is elégedett lett volna az ügy előkészítő ülésén. 6,5 év börtönt ajánlott neki. A férfi viszont nem ismerte el a kereskedést. A vádlott nem tett vallomást, kizárólag annyit nyilatkozott, hogy a bűncselekmény elkövetését a váddal egyezően nem ismeri be, így a bíróság az ügyet az előkészítő ülésen befejezni nem tudta. A férfi valószínűleg az ítélet hirdetésig börtönben marad, mert a bíró szerint szabadlábon fennállna a veszély annak, hogy megszökik az országból. A következő tárgyalásra szeptemberben kerül sor. Új elnök helyettes vezeti a szekszádi törvényszéket, Sárec Róbert Endre 26 éve dolgozik a jogi pályán, ügyészként kezdte, majd 2000-ben váltott a bírói hivatásra. Mostani 6 évre szóló kinevezése előtt másodfokú büntetőbíróként tevékenykedett, ugyancsak a törvényszéken. Az elnök helyettes azt mondja, kihívás lesz számára, hogy mostantól szervezeti és gazdasági ügyekkel is kell majd foglalkoznia, és az ítélkezési munkát továbbra is folytatni fogja. Ezidáig kizárólag szakmával foglalkoztam, ítélkezés tevékenységet végeztem, most pedig gyakorlatilag egy teljesen más jellegű munkát és feladatokat kell, hogy ellássak. Azzal együtt, hogy természetesen az ítélkezéstől nem tudok és nem is akarok elszakadni, tehát az ítélkezési tevékenységemet továbbra is fenntartom, csak lényegesen szűkebb keretek között. A videóton utána a bajnoki címre legesélyesebb Ferencváros sem tudott nyerni a Paksi FC otthonában. A hosszabbításban tudta ledolgozni addig 2 gólos hátrányát 0-2-ről a hazai csapat, és így 2-2-es számára igen értékes döntetlennel zárult a találkozó. A 91. percben, a 6 perces hosszabbítás első percében Blazsics és Haratin szerencsésnek is mondható góljával 2-0-ra vezetett már a Ferencváros. És amíg hátralevő 5 perc drámai fordulatában kétszer is betaláltak az utolsó negyed órában egyébként emberhátrányba kerülő Fradi ellen ekkor már domináló paksiak. Előbb egy megadható 11-esből Windecker vette be Dibusz kapuját, és lett 2-1, majd az utolsó utáni, egyébként formás hazai akció végén, a 96. perc utolsó másodpercében jött az egyenlítés. Osvát, a Paks támadó felfogású jobb hátvédje, a jobb oldalon már nem először játszotta tisztára magát, és adott be gólveszélyesen. A becserélt fiatal csatár, a Kisvárdától nemrégen kölcsönben érkező Sajbán Máté, a legjobb kor volt a legjobb helyen, és egy szemfülesen vagány mozdulattal mindenkit megelőzve megszerezte az atomvárosiak egyenlítő gólját. Fradi Paksi 2-2, miután élnek a Paks bentmaradási, és persze a Ferencváros bajnoki reményei is. 0-0-nál azért egy kicsit óvatosabban játszottunk, nem akartunk nekiesni a Fradinak, hiszen egy pont is pont itthon. Szerencsére második fél időben már többször átforgattuk a labdát, többször jött felém a labda, igyekeztem kihasználni az adódó lehetőségeket, szerencsére a végén tudtunk rúgni egy gólt, és így 2-2 lett a meccs. A Paksi FC 28 forduló után, amíg éppen bent maradott, 10. helyen áll. Regionális híreink következnek Baranya és Somogy megyékből. Dupla áru nyári táborok Pécsen, emelt a polgármester, a tiltakozás miatt azonban visszatáncolt. Folyamatosan nő a foglalások száma, erős szezonra számítanak a Balatonnál. Elindult a falusi civil alap, összesen 5 milliárd jut a közösségek erősítésére a programban.
Duplájára emelte az önkormányzati nyári táborok díját a pécsi polgármester. Péterfi Attila a járvány miatti helyzetben egyedül döntött erről. Az intézkedés szerint például a balatoni nyári tábor, amit az önkormányzat ingatlanába szerveznek, 20 ezer helyett 40 ezerbe kerülne. A döntés után az iskolák sorra mondták vissza a helyfoglalásaikat. A Fidesz frakció a döntés visszavonására szólított fel szerda délelőtt. Végül délután a polgármester már visszakozott, nem lesz drágább a táboroztatás idén, jövőre azonban igen. A Balatonon csobbannak a vízbe a gyerekek ezen a korábbi felvételen. A pécsi önkormányzatnak is van Balaton-Fenyvesen tábora. Ide mehetnek a nyári szünetben a Baranyai megyeszékhelyi iskolásai. Szerda délelőtt még úgy volt, hogy ez sokaknak csak álom marad a polgármester döntése miatt. Péterfi Attila egy morálisan vállalhatatlan és szakmailag pedig teljesen elfogadhatatlan döntést hozott egy héttel a nyári szünet előtt. Nevezetesen azt, hogy a nyári táboroztatás díját megduplázza. Senkivel nem egyeztetett, a nyilvánosságot és a szakmai szervezeteket ebbe nem vonta be, az iskolákat sem kérdezte meg. A tudomásunk szerint a mai napon 10 iskolával volt előzetes partneri megállapodás a tábor szervezését illetően, mind a 10 iskola visszalépett. Ez a polgármester határozata, amiben olvasható, hogy a 20 ezer forintos egyhetes nyári tábor mostantól 40 ezer forintba kerül. A döntés ellen az a pedagógus, szakszervezeti vezető is tiltakozott, aki köztudottan a városvezetéssel szimpatizál. Telefonon hívtuk, nyilatkozni délelőtt még nem akart. Azt mondta, szeretné, ha megváltoztatnák ezt a felháborító döntést. Végül ez megtörtént. A hiba ott következett be, ahogy a Covid időszak alatt bekövetkezett gazdasági negatív hatásokat nem vettük figyelembe, és ez a rendelkezés úgy ment ki az én kezeim által aláírva, hogy bizony a megemelt önköltségi szintet hirdettük ki, és ez hiba volt. Úgyhogy ezt a hibát belátom, éppen ezért az idei évben nem fogunk a rendelkezést módosítottam, nem fogunk emelést végrehajtani. Idén nem, de jövőre már kétszeres áron nyaralhatnak a gyerekek, derült ki a polgármester internetes tájékoztatóján. Az önköltségi szint emelkedett meg Péterfi szerint, ez alatt pedig nem akarják kiadni a tábort. Az általunk megkeresett pedagógus szerint sok pécsi gyerek eddig csak a kedvezményes lehetőség miatt jutott el a Balatonhoz. Vannak olyan szegény, sok gyermekes családok, ahol nem tudják megfizetni ezt a pénzt. Tavaly egyébként mintegy 1200 iskolást tudtak elvinni a Balatonhoz, a pécsi önkormányzat táborába. Erős szezonra számítanak a dél-balatoni települések. Fonyódon értékelték az elmúlt hónapokat, de beszéltek az idei szezonról is. A Magyar Turisztikai Ügynökségnél úgy látják, nőttek a foglalások, és nőtt a költési kedv is a Balatonnál. Fonyódon a vírus idején sem állt le az élet, erről beszélt Hidvégi József, a település polgármestere. Ugyanúgy terveztük a nyarat, egy dologban voltunk biztosak, hogy azok a rendezvények, azok a tömegrendezvények, amik eddig a fonyódi településen megtörténtek, azok nem biztos, hogy meg lehetnek tartva. Ez most jelenleg így is néz ki. A település vezetők abban bíznak, hogy jó szezon lesz a Balatonnál, ezért mindent meg is tesznek, hangzott el a Dél-Balatont érintő fórumon. A koronavírus járvány számos összefogást szült hazánkban. A Fonyódi Fórumon elhangzott, a belföldi turizmus lehet a kulcsa az újrakezdésnek. Arra készülünk, hogy június második felétől intenzívebb foglaltságra tehetnek szert a balatoni szálláshelyek. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központból az látszik, hogy napi szinten több mint 3000 foglalás érkezik az egész nyári időszakra, július-augusztusra. Ebből a döntő többség a Balatonra, hogyha az élővizeinket vesszük sorba, abban nincs titok, hogy a Balaton az első számú turisztikai célpont a nyári időszakban. A Magyar Turisztikai Ügynökség abban bízik, hogy a magyarok szívesebben maradnak itthon és költenek hazai desztinációkban, hiszen ez elősegíti a gazdaság fellendülését is. Elindult a falusi civil alap, amely az 5000 fő alatti településeken működő civil szervezetek támogatására létrejött program. A pályázati keret 5 milliárd forint és a helyi közösségeket erősítő elemeket tartalmazza, vagyis eltér a nemzeti együttműködési alap elemeitől. A hét elején jelent meg a kiírás, a pályázatokat július 1-től lehet benyújtani, jelenleg az igények felmérése zajlik.
Álmos völgy Pécs-Bagota határában található, nevét Álmos vezérről kapta. 20 év kemény munkájával, többek között bozótirtással, gémeskút tisztítással, faépületek felhúzásával, valamint íjászpályák és földvár építésével sikerült egy olyan völgyet létrehozni ezen a helyen, melyre talán az 1000 évvel ezelőtti magyarság is büszke lenne. Itt egyesületi formában őrzik a magyarság hagyományait. Ők is pályáznak a Magyar Falu programon belül a falusi civil alaptámogatásra. Vagy szeretnénk kinyitni a völgyet a családok felé is, tehát hogy nem csak a, úgymond az iskolás és óvodás csoportok. Ehhez viszont szükségünk van egy vendégházra, hiszen akár aki kisbabával jön, vagy nem mindenki tud először illeszkedni ez a komforthoz, hogy jurtába aludjunk. És így gondoltuk, hogy a faluba egy vendégházat nyitnánk, és ugyanúgy maradnának ezek a programok, csak nyilván az esti elszállásolás akkor egy ilyen falusi környezetben lenne. A hét elején jelent meg a Magyar Falu program falusi civil alap kiírása. A pályázatokat július 1-től lehet benyújtani. Jelenleg az igények felmérése zajlik. Baranya megye minden járásában tájékoztató fórumot szervez a Civil Információs Centrum. Bemutatják majd a pályázat részleteit, a pályázatkezelő rendszert, és megválaszolják a felmerülő kérdéseket is. A legtöbb tapasztalat az, bárhol járunk a megyében, hogy mindenki várja, mindenki számára egy olyan lehetőség ez, ami korábban nem volt. Az 5000 fő alatti településekről gyakorlatilag bárki, bármilyen civil szervezet nyújthat be pályázatot, egyesület és alapítvány is, ilyen szempontból nagyon rugalmas a pályázat. 4 kategória áll rendelkezésre, lehet tárgyi eszközökre, gépjármű beszerzésre, vagy felújításra, ingatlan beszerzésre, vagy felújításra és programokra pályázni. Ingatlan beruházásra és felújításra 6 millió, gépjármű beszerzésre 4 millió, programokra és tárgyi eszközökre pedig 2-2 millió forint áll a civilek rendelkezésére. Nem kizáró tényező, ha egy pályázó egyesület elnöke, polgármester is. Ez is újítás a korábbiakhoz képest. Végül nézzük legfontosabb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Sok még a bizonytalanság, június végén dőlhet el, hogy miként rendezik meg a szekszárdi szüreti napokat. Kamarai elnökségi ülés, a gazdaság nagyon megsínylette a koronavírus járványt. Iskolaőrség, sok a kérdőjel a tervezett rendszer körül. Évtizedekre is börtönbe mehet, 23 évet is kaphat a bonyhádi drogdíler. Pénteken naposabbra fordul az idő, de délelőtt és kora délután még erősen felhős lesz az ég. Elvétve ezen a napon is számítani kell egy-egy zápor esőre, éjjel megszűnnek a zivatarok, csillagfényes idő valószínű. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!